Na mi a helyzet, gyerekek? Egy éve, hogy bányász lettem. Gondoltam, hogy kijövök a mélye, bánya mélyéből, egy jelentést tolok, hogy milyen így visszanézve az az egy év. Értékeljük ki, gyerekek, egy kicsit. Na, két részre osztottam ezt a videót. A kriptopénz csatornán megtaláljátok a részletes kiértékelés számokkal, meg a technikai dolgok, minden. Az, akit érdekelnek a számok, a videót belinkelem alól, megtaláljátok. De gondoltam már a blogba kifejtem egy kicsit a másik oldalát, így hogy értem meg az egészet, így visszanézve, hogy látom az egészet, mert tudom, hogy azért annak ellenére, hogy sokaktokat nem érdekel a bányászás, de azért gondolom, hogy sokan kíváncsiak vagytok, hogy alakult az elmúlt egy évben ez a dolog. Habár időnként már említettem élő adásba, hogy megittott, hogy jó mennek a dolgok. Na, de viszont aki csak annyira kíváncsi, hogy hogy áll a kassa, annak gyorsan az elején itt elmondom azért, hogy aki nem akarja megnézni, másik egy fél órás videó, ahol a számokat kiboncolom, meg nekem nem teszek ilyen marketing fogás, hogyha aki kíváncsi a számokra, az meg kell nézze még egy fél órás videót. Tehát megmondom a számot, csak aki tovább a téma nem érdekel, az el is kattinthat. Tehát összbevétel kb. Na, mondjuk a kiadásokat előbb. Tehát kb. 14 ezer dollárt költöttem az alkatrészekre, meg az áramköltség, és összesen a bevétel 22 ezer dollár volt az elmúlt évben. Tehát profit közel 8 ezer dollár. Na, úgyhogy jó, meg vagyok elégedve, tehát az összes befektetés ugye megtérült, és most már zöldbe vagyunk, 8000 tiszta profit, és ezen túl csak tiszta profit, ugye leszámolva azt a havi 450-470 dollár áramköltséget. Azon felül tehát kb. 3000 dollárt keresek jelenleg a bányával, és leszámítva 500-at 2500 körül havonta tisztán. Na most már az ingadozik, lehet jövő héten lesz csak 2000, lesz csak 1800, tehát hogy az árfolyam változik. Na de nem erről van itt most szó, tehát a lényeg az, hogy megérte. Örvendek, hogy belevágtam. Na de kezdjük az elejétől, és akkor még visszatérünk erre. Tehát érdekes, most nézegettem itt a videóimot, a régieket tavaly augusztus, július, augusztusból, mikor kezdtem neki bányászni. Jókot derültem. Aztán ugye utána augusztus 12-től már a kriptopénz csatornára töltöttem fel a videókat. Először technikus volt a csatorna, utána SVTech, és újabban kriptopénz info a csatorna neve, mert csak azzal foglalkozunk ott, kriptopénzes bányászással. De érdekes volt visszanézni és visszaemlékezni, hogy az elején mennyi kritikát kaptam, és mennyi ugye megalapozatlan kritikát, tehát csak ilyen kézhatból oda lökötteket, hogy nem fog menni, és butaságot csinálsz, le fog égni, és hülyeség, és tehát ilyenek. Na, de ez engem soha nem tud eltántorítani, gyerekek, az ilyesmi, hogy mondjak. Jó, közben kicsit felbaszódok, és csináltam is egy néhány válasz videót, csak kicsit ott vitáztunk. De én, ha valamit meg akarok próbálni, azt megpróbálom. És nem tud senki lebeszélni, tehát én valamit meg akarok próbálni, kemény, nagyon kemény fejű vagyok. És nem mindig sikerül, nem mindig jön be, tehát most is. Most bejött, ugye? Van, mikor nem jön be, de ilyen az élet. De hogyha visszanézek az életre, azokat a dolgokat, hogyha
semmit nem próbáltam volna meg, ugye le tudod beszélni magad, vagy hogyha hagyod, hogy mások lebeszéljenek, le tudnak beszélni. De mennyi dologtól elestem volna, mennyi tapasztalattól, és most nem a pénzről van szó, ugye tudtam, hogy pénzt nem nagyon veszíthetek ezzel a projekttel. De tudtam viszont, hogyha bejön, akkor ad egy olyan méretű szabadságot, amire ugye már évek óta vágyok, és amit gondoltam, hogy ha el tudok érni ugye a tanyázással, meg a kertészkedéssel, hogy magamnak az ételt megtermelem, de ugye az sokkal több nehézségbe ütközött, mint a bányászás, termőföld, meg induló tőke hiányba. És a bányászás ugye egy éven belül kevesebb, mint egy év alatt ezt megadta nekem. És ez nagyszerű volt, mert a legjobb ebbe az egészben az volt, hogy a bányászás miatt itthon tudtam maradni, ugye nem kellett menjek dolgozni, és tudtam foglalkozni egyéb dolgokkal, ugye házépítés, villanyszerelés, magánéletem, ugye társkeresés, youtubozás, stb. Tehát mindezek a dolgok, amik lehet, hogy itt sokatoknak így ránézésre nem tűnne fontosnak, de nekem fontos volt, hogy tudjak foglalkozni egyéb dologgal is, ne csak munkába járjak. És bányászással ugye ezt meg tudtam tenni, hogy nem kellett munkába járni. Hát az elején még kellett, ugye, mert nem stor volt, a stor volt, csak egy videokártyával indultam, utána vettem még egyet, tehát közel egy évbe tellett, amíg ezt a 8 bányagépet, 51 videokártyát elértem. Na, de ez jól jött össze, mondom, voltak projektek ugye tanyázással, és nem épp úgy jött össze, hogy elképzeltem, ugye a termőföld hiány, stb. Tőke hiány, munkaerő hiány, tehát egyedül nem tudsz mindent csinálni. Nincs elég óra a napba, s elég nap az évben, s az évek telnek. Úgyhogy ez itt az utóbbi időben ugye kellett egy kicsit váltsak. Egy kis ilyen, egy kis olyan, egy kis YouTube, egy kis számítógépes munka, egy kis bányászás, és úgy hoztam össze a dolgokat, hogy mindez ugye megengedte nekem, hogy tudjak, hogy ne kelljen csak arra gondoljak, hogy csinálok pénzt, hogy megyek, mindig csak kell szaladgáljak dolgozni, hanem itthonról tudom már, és van időm mindenre. No, de jó, hogy visszatérve a kritikusokra, tehát nem tudtok lebeszélni. Nem tud senki, soha nem is tudtak, se amikor Amerikába el akartam jönni, ott hagytam otthon ugye az épp mérnökként bontakozó karrieremet. Egyetem után 2 évvel dolgoztam, kb. 2 éve csak akkor léptem le. Meg mikor itt ugye Alabama-ból felmentem Connecticutbe, építettem egy jó működő vállalkozás, számítógépes vállalkozó céget. Azt is ott hagytam, bezártam, és leköltöztem ide a mocsárba, akkor is mindenki el volt szörnyűködve. De én kell menjek az én intuícióm után, megérzésem után, és ki kell próbáljam a dolgokat úgy, ahogy én szeretném. És mindent összevetve ideig nincs megbánásom semmivel kapcsolatban, gyerekek. Se a bányászással, se az ideköltözéssel, és se akármit csinálok következőkor, ha haza költözök Székelyföldre, ha Ecuadorba költözök, ha akárhova, ha itt maradok, mindegy. De kell menjek én az én megérzéseim után, a belső hangot kell kövessem. Úgyhogy én ezt már megtapasztaltam, azt akarom ezzel mondani, hogy már megtapasztaltam, hogy addig, amíg te hozod a döntést, addig nem számít, hogy mi a kijövetel. Jó, hát most nem azt jelenti, hogy hülyeséget, ugye nem szöksz le a hidró, de te persze figyelembe vehetsz emberek véleményét, meg barátok, családok, stb. Családtagok véleményét. De mikor
minden figyelembe vettél, ugye nem bolondul szöktemben ebbe sem, meg más, tehát én elég jó vagyok a researchben, utána nézek a dolgoknak. De ugye mindent nem tudsz, tehát kristálygöm senkinek nincs, elsülhet így is, vagy úgy is egy dolog. De amikor így mindent átgondoltál, meghallgattad mások véleményét, akkor ilyen döntés ez nálad van. És te kell hozd a döntést, mert hogyha hagyod, hogy mások hozzák helyetted a döntést, akkor nem lesz jó, akkor megbánásaid lesznek, akkor az lesz, hogy miért hagytam, hogy a másik hozzá helyettem a döntést, miért nem csináltam azt, amit én akarom. Így tudom, én hoztam a döntést, hogyha nem jön össze, akkor is tudom, én döntöttem. Hogyha összejön, nagyon jó, mint most, ugye, hogy nagyon jól összejött a dolog. És nem már. És nem tud átántorítani kritika, vagy lebeszélés, vagy ilyesmi. Úgyhogy ja, ez nagyon jó sikerült. És mondom, nem az a lényeg, hogy most hány ezer dollár profit, hanem a lényeg az, hogy mentem a megérzésem után, összejött, és a folyamatban ismét olyan sok mindent tanultam, meg megint egy csomó emberrel megismerkedtem, egy csomó új dologgal megismerkedtem, ugye nem volt tőlem idegen ez a dolog, én van a 2013-14 környékén már ott neki akartam állni bitcoinba anyászni, az első rendről lecsúsztam sajnos, pedig 2009-ben már olvastam a bitcoinról, és fel is telepítettem a klienset a gépemre, akkor még meg volt a számítógépes üzletem. Életem legnagyobb kihagyása. Nem bánom, nem biztos, hogy jót tett volna nekem, hogyha bányáztam volna pár ezer bitcoint, és utána multimilliómos lettem volna, lehet addig már szétszívtam volna az agyam, vagy ki tudja, hol végeztem volna. Tehát nincsenek megbánások, de mindig ki akartam próbálni, és tavaly nyáron az idő pont megfelelő volt. És úgy néz ki, hogy a kriptópénzeknek fényes jövője van. Úgyhogy megyünk tovább, második év még jobb lesz. Az első jó volt, elégedett vagyok vele. Csináltam hibákat, csinálhattam volna jobban dolgokat. Tarthattam volna meg coint, meg egy kis kereskedés, kis hosszú távú félretevés. Tehát kell diversifikálni a jövőben. De mindent összetéve jó, jó volt, elégedett vagyok döntésemmel, és mondom, hogy ha nem jött volna össze, úgyis elégedett lennék. Mert tudom, hogy én hoztam a döntést, és én kerüljek a következményeivel, és nem haragudnék magamra akkor se, hogyha rosszul döntöttem volna. Mit csinálnék? Több is veszett mohácsnál. Pár ezer dollár, mit számít? Pénz úgyis elköltöd, arra van. Na, de ez így nagyszerű volt. De érdekes így visszanézni a egy évvel ezelőtti videókat. Mint például ezt, banya, azt leszek. Ugye itt kezdődött. Hát az MSI 480-as, RX 480-as, az az első kártya. Craigslistről vettem. 10.000 megtekintés, 39 dislike. Karcsi papa, több hozzászólásodott, látom neked, de lett igazad. És akkor itt nyomtam egy választ az egyik negatív kritikára, Németh Jánosnak. Emlékeztek-e még Németh Jánosra? Na, Németh János meg a többiek, akik így kritizáltatok, meg így lehúrogtatok. Most azt szeretném látni ez a videó alatt, hogy hányan fogják azt mondani, hogy bocs vegán, igazad volt. Ahogy én is mondom ugye sokszor, hogy tévedtem, és igazatok volt, mikor valamit nem jól mondok, vagy el. Vajon hányan fogják mondani a videó alatt, hogy
Én kritizáltalak, vagy én diszlájkoltam egy évvel ezelőtt, s de tévedtem, s gratula, igazad volt, jó bejött a megérzésed. Ja, nem sűrűn látok ilyen kommenteket. Na, de mindegy. De... Ja, ezt is sokan nem tetszett, 50 embernek, 89-nek tetszett, 50-nek nem tetszett. És akkor még egy válasz videót csináltam. A Németh János írt egy nagyon hosszú kommentet itt. Ezt megint sokan nem szerették, 49-en. És János, amit írtál, abból semmi nem lett, semmi nem volt igaz. Akkor már kifejtettem, a számok is bizonyíték, videóban válasz Jánosnak. És most csinálhatnék még egy válasz videót arra a kommentre, így visszanézve. De mindegy, tehát lényegtelen. Gondolom, hogy nem fogod azt mondani, hogy bocs, vegán tévedtem, vagy igen? Meglássuk. De mindegy, ha mondod, de nem. Csak egy érdekességből megemlítem ezeket a dolgokat is. Aki nem tud róla, megcsináltam még egy videót. Első fizetés a bányából. Na, akkor már itt kezdtek megtérni. 189 like, 39 dislike, 22.500 megtekintés. És aztán ugye a többi videó az már a kriptopénz.info csatornámra ment. Kezdve augusztus 12-től ott megtaláljátok. Nem változok semmit, gyerekek, egy évvel ezelőtt is ugyanilyen voltam. Kriptopénz info, és akkor ugye ott van a fórumunk is, kriptopénz.info. Ott van, de pont most írtam a BTC 3950 dollár, mi elérte a 4000-et. Itt van a fórum, gyerekek. 23.000 hozzászólás, közel 1800, több mint 1800 tag, és több mint 3 millió ódol megtekintés. Hát mondjuk kevesebb, mint az, mert volt egy parcol DDoS támadás. Na, de jó, sok jó hozama volt, volt ennek a bányászós dolognak. Úgyhogy mondom, megbánások nincsenek. Jó tapasztalat volt. A pénz is jó, haszon is, minden okés. Úgyhogy, de mondom, a legszebb az volt benne, hogy megengedte, hogy majdnem, hogy nyugdíjba vonuljak. És hogy a jövő mit hoz, azt meglátjuk. De folytatom a bányász életet, mert nagyon tetszik nekem, nagyon bejön. Úgyhogy majd kíváncsi vagyok egy év múlva, mit fogok mondani. Ki tudja, gyerekek, hol leszek egy év múlva, mit fogok csinálni. Ez csak a jövő titka. Nem tudom. És nem is akarom így előre tudni, legyen meglepetés. Nekem is, meg nektek is. De jöjjön, aminek jönnie kell. Az is lát valami teljesen új dolgot. Az is lát ugyanazt. De a lényeg az, hogy... Hogyha jön egy új lehetőség, hogyha érzem a belső hangot, mond súg valamit, akkor megyek és követem. Mert ideig még soha nem vártam.